Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai játékunk a Pine-t folytatjuk. Rádéba, bár másik gépem. Ugye mondó vagyok, vágjunk is bele. Most kamera nincs. Mert ezen a nincs még belőve, hogy jó legyen. Bár magyar nyelven folytatjuk a játékot, ahogy eddig játszottuk. Na, és akkor itt is vagyunk a MAM térképével. Ugyebár a bátyánk meghalt az előző részben, akkor onnan lejöttünk, hogy vagyunk. Ezeket nem írja ki, hogy micsoda. Ide akarunk eljutni most. Ugyebár érdekes kis játék egyébként. Keresünk meg Otot, a küldetésünk. De lehet, hogy ez kontrollerrel jobb lenne játszani. Grafika továbbra is jó pofa, arrafele, hogy látom, vannak tüzek, mint hogy arra lennének élő emberek. Meg ott valami elektromosság van. Szerintem egy felfedező területen vagy, tükrözi az iránytű. Cél a közelben van. Bejöttünk valahova szerintem. Na, ott vannak érdekes madarak. Lehet itt továbbra is gyűjtögetni harfát. Mi maradott? Vagy ezek állandóan újra spavnolnak? Van itt tingvirág. Na te ott mi vagy? Ő bánt. Már. Hogy azt hívna, hogy hagyom magam pusztulják? Hogy eddig pajzsod volt? Meghaltunk. Ja, hát akkor ezt reloadoljuk. Nem tudom, hogy ez kicsoda volt. Érdekes. Mindenre számítottam, csak ilyen csatára, nem hirtelen. Hát nem voltunk hosszú életűek. Azt vettem észre, hiába az esetre, meg bármi, nagyon sokat tört. Jó. Jó. Na, ezt akartam, hogy tudunk gurulni. Innen jött az a kis fottyos az elöm. Aki támadt. De lehet, hogy random spawnol. Azok elfutottak. Parán, tangvirág, tangvirág, marfa, ezeket vettem fel az előbb, és akkor támad meg innen ez a jó képességű. De nem látom most jönni. Ott van. Megagyillő. De mi a krumpli vagy? Okay.
Ha? Csak. Pusztulj. Csat. Na, hát kapta halt. Beveszünk egy csomó mindent. Tompakő, mennyi minden volt ennek a hátán, he? Kereskedői token. Ez ő támadott, szóval... Csak nem is érezhetem magam rosszul, hogy nem csapkodtam. Ott jön még valami? Ó, te! Veszélyesed a nagyvilág. Tomb. Igen. Ergepizáló. Jobb, bezabbantottuk egy céklát. C-vel le tudunk. Ja, de legalább akkor látjuk, hogy nem random jött az illető, hanem tényleg. Valamiért ilyen 50 FPS-re jár be. Nem nagyon hagyja meg. Ez itt, kertpihenő adománydoboz. Ékes erdők gyakori tülevelő toboz, egy nagy törzsfák közelébe található. Nem szereti az iszaprépát, a dagonyapalántát, ment a játékban lent. Soványvast és lágyüveget, a kékhegykört, a céklet és a tompakört, a karán szereti. Egyet adunk nekik. Így lehet örülni. Remélem volt értelme. Ez is egy ilyen pörfejű. Került. Ó, hányan jöttök rám egyszerre, te? Ilyen, meg ketten is. Na jó, hát akkor lehet, hogy ott nagyon gyorsan meg kell találnunk, még lopakodva. Mert ez így nagyon nem jó. Kettőből kétszer hultunk el. Na. Nekünk arra fele kell menni, mert ott van egy iránytűnk, ugyebár ami jelzi, hogy hova kell mennünk.
És az iránytűn van egy jel, ami adja, hogy merre fele kell szedelőzködnünk. Hol vagyunk az elődő csatán? Nem biztos, mert itt vannak ezek a magyarófejűek. Meg most nem mentünk adományodni. Nagy toboz. Tehát, hogy ilyen távolsági lövőként jobban hatunk. Errefele van elvileg a karaván, úgy látjuk. Na, ide akarunk menni, gondolom, akkor miért ide mutatja? Azt mondta, hogy ellentétes ez a nyavala. Na mindegy, majd megtanuljuk, hogyan kell ezt. Bár a játék még csak most indult el ezzel. Na, de akkor vigyázzunk el, mert arra fele lesz valaki. Ideig tudtuk. Igen, eddig tudtunk futni. De ott van arra elvégbe. Ott is van. Hát elmentünk mellette simán. Szervusz! Hamar visszatértünk, ugye? Aggódsz, látszik rajtad, ember. Valami szörnyűség történt. Ó, jaj, még egy földcsúszamlás. Nem élhetünk tovább ezen a sziklán. Segítséget kell találnom, el kell költönünk, mondja Hugh. Egy új lakóhely, ez talán nem lesz olyan egyszerű. Igen, tele van nálunk sokkal erősebb és okosabb lényekkel. Vagy legalábbis okosabbak nálad? Ezek a törzsek harcolnak a területen, az élelemért néha elég nagy a káosz. Épp most figyelt meg, hogy néhány falut, ami azt sem tudom, hogy ebben a pillanatban kilakjuk őket. Lehet, hogy krokkerek, lehet, hogy litterek, lehet, hogy kariblinók. Itt van az egy javaslatom. Keresd meg az adománydobozok nevén ismert rejtek helyeket. Minden faj arra használja őket, hogy veszélyekkel teli időkben megosszák és megakajándékozzák egymást az erőforrásokkal. Úgy gondolom, hogy álltad teszel egy falunak, és ha megtalálod azt a falut, akkor utána beengednek, vagy akár segíteni is tudnak neked. Oké, megpróbálom. Hát az úgy kellemetlen tény lesz, ebben kell foglalatoskodnunk. Igazat megválva, nagyon kevés közön van ehhez az egészhez. Mi tambaszok csak megfigyelünk, tanulunk, tanulmányozunk. A mi kis házunk kényelméből. Úgymond ennyi kis értelmiségi karakter akkor ön. Megjön a térképen a sziget központját, ha szükségünk lenne rá. A fajokhoz fűződő affinitás kapcsolatokat a szünet menüben követhet egy nyomon, amelyet a desk panella parancsal érhetsz el. Adománygyűjtő ládák találhatók a falvak közelében, hozzájuk vezető utak mentén. Na hát akkor csak ezzel kell foglalkozni. Adományozott tárgyak átkerülnek a vonatkozó faluba, amikor a hatással vannak az összes éjjelögű lényel való kapcsolatra is. Adománydobozokat a térképen találod. És vajon ott mi van? Szerintem mentsünk egyet. Igen, ez már megvan, ezt csináljuk. Felszerelés, fogalomtár, litter. Aha.
Litterek. Ezek a meglehetősen pupos példányok egyértelműen egyszerű életet élnek, valójában a többiek nem nézik jó szemmel, hogy így élnek. Harc közben zöld pacákat lövöldöznek, amikor nyáluknak tűnnek. Hát akkor már meg volt, ilyen köpködött ránk. Úgy tűnik, a litterek úgy gondolják, hogy a környezetük higiéniáját javítja az, hogy minden beborít a nyálával. A ritkás mezők területéről származnak, ahol egy csomó régebbi litter civilizáció maradványait találták meg. Egyszerű életük a síkságokról minden más bioszférára is kiterjed, az biztos, hogy nem bánják, ha mindenhova köpködnek. Távolsága képességük végül is páratlanok bármely más fajhoz képest, ezen a téren elég sokat tanulhatunk tőlük. Ufle, ezek a kis flamingók. Fájos kicsi madár, ami úgy tűnik, hogy nincs repülés képessége, és bármik bioszférában átfut. Úgy tűnik, valamiféle allergiás reakciót vár ki belőlük, valami, ami miatt egész nap tüsszögnek. Bléker, ezt töltük meg, ez volt a lovagok, ki azt mondják a ni. Ezek a ijesztő külső jószágok a földet minden területen és sarkában bolyonganak, úgy tűnik vágynak a sötétségre, de ugyanakkor agresszívek a nyílt területeken is. Óvatosnak kell lenni a közelükben, a támadások széles skálájával bármikor bárkit meglephetnek, különösen az elektromosság majdnem mágikus használata, amelytől az antennái hízzani kezdenek, veszélyes bárkire, aki találkozik velük. Jó, akkor mivel előbb meghaltunk valószínűleg arról a fejű esőről, amelyik ott nagyon támadott. Zsört csapott ránk, hogy a fél életünk elment. Arról nem lesz infón, gondolom. Amon barlangja, ami nem is amami. És szerintem a falu tud valamit, amit mi nem. De ez majd kiderül. Fajok és rokonsági viszonyok. Ebben a világban egy csomó fontos faj él, amelyek falvakban élnek, harcolnak egymással a területért, vagy élelemmel és anyagokkal kereskednek, hogy életben maradjanak. Mindannyian rokonságban állnak egymással, egyesek kedvelik egymást, mások nem, és ez folyamatosan változik, ott azt mondja, hogy velem is affinitásuk van. Ha valamelyikük rosszban vagyok, akkor adománydobodok segítségével ajándékozhatok nekik tárgyakat, és javíthatom a kapcsolatomat. Ez ennek egy diplomácia. Tehát mentettünk. Igen, át tudtunk ide ugrani. Ezzel nem tudunk mit kezdeni még, akkor ide valami okosság fog kelleni. Maradjunk távolsági fegyveren szerintem először. Itt len vajon mi van? Szerintem egy tábor. Feladatunk bárkivel is össze kell haverkodnunk. Ott megy valaki. Arra fele láttam ezt az adománydobozt. Ne! Nem találom el, vagy ennyire nagy a órása. Ennyire nem hat rá. Na nézzük karra. Jó, így futok. Így vártok fegyvert, ugrok. Rugok. Ezzel a másikat hozom be. Tácskám megtart. Esél le. Na le. Dögölj meg! Na jó, próbáljuk újra. Meg
kell szokni, az irányítás vissza kell tanulni. Hiába vittük át a tutoriát, köze nem volt annak az élethez ehhez. Nem baj, az ilyen kis bemelegítés. Az, hogy visszalódol egy kicsit, ez úgy vicces. De miért itt éledünk újra? Mögöttünk van egy adománygyűjtő láda. Igen, az ott. Jó, akkor B-vel futunk, ezt csak megtanulom idővel. Kell nekik cékle, meg tompakő. Hármat adunk. Így. Semlegesek lettünk. Remélem a Tobod is ér valamit. Az kell nektek? Nagyon hagyja meg őket. Jó, hát ugye semleges. Juss el a barátságos faluba. Ők, otthon. Akkor ezek mik? Ez itt az otthon. Vagy errefele még van. Mivel a map elég nagy. Ékes erdők. Kérdés, hogy ez most a lentiek, vagy a fentiek? Akikkel haverkodtunk. Ez benne itt a falu. Téklákat begyűjtjük. Nagyon jó. Energiát és életet ad. És itt a sziklán vannak. Na és 10 szikla, fal, visszavonulók, adománydoboz. Kecskecsont, blékercsont, alpin, nem szeretek a száraz anyagot, a madárból, és közönséges búzát. Ja, nekik például ez érne valamit. Másunk nincs is, amit tudnánk adni. Miért ment lejjebb a... Még ellenségesek velünk. Mondom, a tobozzal nem hatja meg őket. Oké. Okay. Persze, zabálja mindent. Ott van valami nagy dög. Jó, akkor mondom, nem őket kell megkeresnem. Szóval itt tudunk betűrni. Akkor ők vajon felfele vannak, vagy merre vannak? De ne találj már meg, hát...
Hagyjál békén. Erre milyen barlang van? Mivel ugrok? Y-nál. Tudok bemenni. Ott is egy, nagyon jó. Hogy ne foglalkozz velem, hagyjál békén, jól teszed, szia, mentett a játék. Hát akkor a semleges adomány dobozosok akkor azok erre lesznek. Valószínű, mert itt van valami nagy. Ez mi? Ampisugam. Na, most már ő az, akkor nem bánt, jó? Fedezd fel a falut, hogy megismerd a szervezetét. Te mi vagy? Én csillagvizsgálónak tűnünk. Próbababáknak. Igen. Vó, ez aztán a torony, mondja a karakterünk. Látom őket a horizonton. Úgy tűnik, hogy a falu gazdaságát, a lakosság jelzi, gazdagságát, lángok tetején talán a méretüket jelzi. A falu totemje a területet elfoglaló faját és erejét képezi. A falu gyűjtögetői folyamatos élelmet gyűjtenek a falu környékéről, és azt totemhez viszik. Az élelem elengedhetetlen népesség növekedéshez, a falusok egészségünk helyreállításához, ha harcolnak. Népesség, élelmiszer, anyagok. Ja. Ez itt ér ki. Nagyon úgy tűnik. Vagy egy házikó. Kemmá. Egyik úgy néz ki. A tojások vannak. Ó, valami ezt a tollas jószágot tartják. Ezek ilyen pitypang-szerűségek. Ott már Skellennek itt bántattunk a nap. De valami vezető, akivel tudnánk kommunikálni. Bármi, amit el tudnák csorni. Na te, hol lenn mező? Biztos te vagy a kereskedő, mondjuk neki. Juk, a sok furcsa teremtmény járt már a boltomban, de olyan egy sem, mint te. Aztán a tapasztalat azt mondja, nekem minél furcsabb a kinézet, annál mélyebb a zseb. Amikor azt mondták, hogy egy ember fog jönni, nem szóltak arra, hogy ilyen törékeny. Törékeny? Nos igen, nem hiszem, hogy bárki is Alma Albameron, aki ne tudna eltenni a karjaidat. Ez az ő fajuk, az Albameron. A legjobb, amit találtam neked, azok a terveidok, amiket fel tudsz használni. És nem cserélek veled, ha csak nem vagyunk barátok. Nem hagyhatom, hogy az áruim az ellenséges kezekbe kerüljenek. Falusi kereskedők, gyűjtögetők és más kereskedők által felhalmozott tárgyakat cserélik el. Vannak például különleges tárgyék is, mint például a tervrajzok. A falu gyűjtögetői folyamatosan anyagokat gyűjtenek a falu környékéről és elhozzák a kereskedő asztalára. Az anyagok elengedhetetlenek a páncélzat előállításához és a falu bővítéséhez. A falusi kereskedők a térképeden is jelölve vannak. A kereskedők csak akkor jelennek meg, ha kereskednek veled, ha barátságos vagy a fajukkal, akkor viszont nem, ha csak semleges. Oké, és nőtt is a csíkunk. Na te itt egy térkép leszel? Meg a fajok? Éppen kivel, hogy állnak? Milyen bonyolult kerekekmechanizmus, mondja Hugh. Úgy tűnik, hogy a teremtmények közti kapcsolatot mutatják.
Úgy néz ki, hogy a piros színűek az ellenségeik, a zöldek a szövetségesek, a fehér a semleges. Haverok a zabálókkal. Ellenségesek a nem tudom kivel, meg még másik kettővel. Táblán lévő korongok minden alkalommal megfordulnak, amikor a szigeten lévő fajok affinitás akciót hajtanak végre. A fajok közti kapcsolata dinamikusak és gyakran változnak. Aha, már változott is, kérem szépen. Nagyon ellenségesek a baloldaliakkal, meg a jobboldali szélsővel, és nagyon haverok a fogas fejűekkel. Oké. Te itt? Beszéd? Bármi? Semmi? Mész aludni? Vagy épp zabálja a semmit? Oké. Ezt a köves dolgot akartam megnézni. Interaktív, ő a falu vezetője akkor. Kutya, de azt nem hiszem el, a szemem becsapott egy húsvér ember. Bocsáss meg a kifejezett megdöbbenésért, de évtizedek óta nem látott senki embert ellen a szigeten, mondja útja. Hogy hívnak téged, fiatalember? A nevem Hugh és az instabil szikláról jöttem. A törzsemet már nem tudott élni, ezért jöttem, hogy menedéket találjak. Adományoztam a faludnak, remélve, hogy segítséget kapok. Vah, nem hittem volna, hogy megérem ezt a napot. Csodálom a bátorságodat, Hugh, de az, hogy egy hely kéne, ahol élhettek, attól tartok, ez nem érdekel. Rengeteg szeját keletett, nem hogy mindenkinek a szigeten. Azonban. Adományod nem marad észrevétlen, és ezt teljes szívemből köszönöm. Nem mindenki osztodik abban a békés érdeklődésben, amit én érzek az emberek iránt. És fáradtnak és felkészületlennek tűnsz a nehéznek tűnő feladatra. Megkérem a falu kereskedőnket, hogy hozzon egy régi pajzsot a raktárból, olyat, amit illik a kezedre. Talán addig is fedezed fel a hunkat, hiszen egy olyan lénynek, mint te, bőven van mit tanulnia. Pajzsnak készen kell állni, amikor készen állsz az indulásra. Egy pajzs? Remélhetőleg képes leszek kezelni, mondja Hugh. Vah, ha ideig eljutottál. Arra is gondolni fogok, hogy mit tehetsz a célod elérése érdekében. Itt az ideje, hogy valaki vagy valami felrád a bába mára mindennapjait. Vah, mondja az útja. Gyere el hozzám, ha megkaptad a pajzsod. Oké. Gyűjtsük be a főnök ajándékát. Jó, másik nincs. Tőle el kell kérnünk a pajzsot. Rendben, az erősnek tűnik. Elég a lődörgésből, meg kell kérdennem a főnököt, hogy mi a helyzet, mondja Hugh. Pajzs. Pajzsok megvédenek a bejövő támadásoktól, lép védekedő állapotban az RT megnyomásával. Ez a bal ravasz lehúzásával. Pajzsot nem tarthatott fenn örök idővel, és a bejövő támadások miatt a pajzs állóképessége kimerül. Egyes támadásokat egyáltalán nem lehet blokkolni. Az állóképességen kívül a különböző pajzsok különböző kimerülő sebesség és a regenerálódás sebességük van. Aha, hát itt... Ne! Azzal rugunk. Aha. Fenyőfából készült pajzs, amely védelmet nyújt az alap támadások ellen. Wedgewood pajzs. Opciók. Kommentünk egyet. Vicces, hogy legutóbb is 20 napja, 21 napja szombaton játszottunk. Vasárnap, bocsánat. Így, felszereltük magunkat, és az ott van. Aha, és ott van, hogy mennyit föl meg le. Értem, hát elég látványos akkor. Menjünk vissza a főnöktől. Itce-mitce. Kezd alakulni a játék. Örülök, hogy megtaláltad a pajzsot, fiatalember. Még mindig úgy nézel ki, mint egy törékeny tingvirág, amit már reggeli előtt ketté törnek. Körbekérdezéskedtem egy kicsit, és rájöttem, hogy vannak, akik nálunk alkalmasabbak arra, hogy segítsenek neked a felszerelésekben. Ó, ki az? A neve Grob, a Manlot egyik tagja. Már régóta nem látta őket senki, de úgy tűnik még mindig él. Úgy hírlik, hogy a pollenszoros barlangban lakik, a parti sziklák és a ritkás mellők területek között. Nem lesz könnyű megtalálni őt. De van elég tapasztalata az ember felszerelésekhez ahhoz, hogy legalább megpróbáld. Én megpróbálom megtalálni, köszönöm, mondja Hugh. Bizonyára, ha már ideig eljutottál, bah, sok szerencsét, ember. Na,
Ez megvan, menjünk a pollenszoros barlangba, ami arra fele van. Egész konkrétan odafele tartunk, ugyebár az itt van előttünk. Itt. Ez a kérdés, hogy jutunk oda föl? Ez itt, adománydoboz. Továbbra is céklát és tompa követ szeretnéne. Adunk kettőt. És hogy jobban vagyunk velük, ellenségesek leszünk a másikhoz, ez nem ér. Ez itt, tompa kő, az idő. Ezt elvitte. Az meg is vakkant. Fárad anya. Nem regenerál ott, pusztulj, ne védd a helyedet. Kész. Robben eszentia. Oké, hát a tüzét védte a tucát. Na most tegyél. Következő. Kettő token. Robben eszentia. Mit dobjunk ki? Harpánk van egy csomó. Új anyag. Tompakő. Törzsre gyöngy. Azt nem tudom, nem emlékszem rá, hogy az életünk maguktól visszatört egy idő után, vagy... Hát fene tudja. Szabály egyet. A dörzsödgyönynek is lett helye. A marfa itt marad. Még egy kis eszentia. Oké. Még egy kis anyag. Szárad anyag. Mire jó a szárad anyag vajon? Te mi vagy? Homokkő. Kénművesség. Strand és homok. Ezek már megint bunyóznak. Ja. Lesz egy sodrofil, gyűjthető token, szárad anyag. Igen, mi van még ott? Még szépen, hogy nem kapunk azért, hogy itt írtjuk a népet. Nagyon gyorsan lerakjuk ezeket, amiket adományodni akarunk. Annyira szeretik a követ. Oké. Parántot is szeretik. Meg a kék hegykőt. Ja, az virág. King virág. Ja, kapon vagyunk. Fedezd fel a pollenszoros barlangot. Igen, ahhoz oda föl kell jutni valahogy. Szárad anyag nem kell. Puffletol.
Följövünk. Kellett valahol lenni egy bejáratnak. Nem, hogy a legtetején van. Itt van alattunk a bejárat, ha nézzük a térképet. Jobbról. Innen vagy a bejárat. Na, itt nincs. Vagy valahol itt van. Vagy csak ilyen vak vagyok, és nem veszem észre. Egy karikát. Átmegyünk a túloldalra. Ott vannak ilyen állatok. Egy akármilyen állat. Azt nem mondta, hogy ott lent van a barlang bejárat. De. Ha erre lemegyünk. Fentsőket adnán nem én merre támadni. Jó pofák ezek itt, mik ezek? Kulcs grafik. Meg. Sovány vas. Jó van, eléggé szépen tele van pakolva a játék mindenfélével, ahogy látom. Igen. Ezt a barlangot kell felfedennem. Nicsen, nicsen. Na, tudunk mit kezdeni már ilyenekkel? Nem? Az ott fönn is érdekes. Akkor most fogjuk megtanulni ezeket a dolgokat. El lehet venni. Igen. Nem miért volt most jó, adom ki, hogy mindjárt fölgyújtom magam. Jó, hogy bárhova le lehet rakni. Főleg, ha nem fogyatékoskodna és oda rakná. Jó. Fogadjuk. Ez pacata. És ki is jöttünk. Ha nem nyert kis hangszórót, mehetünk vissza.
mégis csak el kell játszanunk ezzel a Doom Deadly-vel. Szerintem akkor téged ki kell venni onnan. És téged vissza kell ide rakni. Így nyitva van. Téged meg elviszik magunkba. És leszakadt? Oké. Animáció. Zsebméretű mamut. Hello, mondja Hugh, összekakja Danadregje. Egy ember a barlangomban? Ó, milyen szép nap ez. Régen volt már, hogy te biztos gróf vagy, mondja Hugh. Persze, hogy az vagyok. Fogalmam sincs, mióta nem volt társadalom, és egy ember itt van. Soha nem hagyod el ezt a barlangot? Ne, a külvilág az már nem nekem való. Mindenki a saját problémáival van elfoglalva, teljesen hiányzik a közösség. Rajtad kívül csak a nővérem jelenlétét tudnám elviselni, de őt már régóta nem láttam. Még többen vagytok. Ó, régen sokan voltunk, de visszahúzódtunk, mert a szigetlakók napra egyre hatalomméhesebbek lettek. Minden esetre remélem üzleti ügyben jöttél. Azt mondták, hogy kereselek meg védő felszerelésért, vagy szerszámokért. Jaj, már régen nem csináltam ilyeneket, mondja, de még mindig nem azonosította a nevét. Az utolsó emberi alkotásom egy olyan valakinek adtam, mint te, de aztán már... Ez már régen volt. Ó, egy barát volt, azt hiszem egy közeli elhagyott őrtoronyban rejtőzködött. Csináltam felszereléseket, szerszámokat, de ládákat is, hogy elrejthessem a holmimat. Cserébe elhozta nekem ezeket a fényes gömböket, imádom őket. A kis fáklyákra gondol szerintem, vagy erre a zöld cuccra. El kellene menned a rejtek helyre, talán ott találsz még néhány emberi holmit. És mert elfelejteni minden ládámhoz jár egy apró kulcs? Az elkészítésekhez kulcsgrafit kell, leírom neked. Oké, megpróbálom megtalálni. Köszönöm, hogy benéztél ember, kérlek látogass meg néha. Kulcsgrafit egy véges anyag, amelyet egy albarém kulcs készítéséhez használnak. Gyakran megtalálható távol és nehezen megközelíthető helyeken. Nem ilyet vettünk föl most. Ami kell. Igen, van 8. Nem, 8 kell, 10 van. Gyártottunk is egyet. Tudunk gyártani övetkendőt. És merev kötelet. Oké. Te mire vagy jó? A goblev organizmus lélekszerű töredéke, gobledev eszencia. 2-vel ellenséges, 1-jel semlegesek vagyunk. Jó. Vizsgáljuk meg az elhagyatott orratornyot. Oda le is raktuk a... Hol is volt az őrtorony? Gyorsan felejtesz, kis ember. Használd a barlang nyugati kijáratát és rábukkanhatsz. Jó, hát akkor... Arra van észak. Arra van kelet. Nyugat, dél. Ó, nekünk az a kijárat kell. Kijára fele van. De ez itt neki az ágya, he? Nincs kijárat. Jó, miből tudunk zabálni?
Ilyet. Nem. Húza. Attól már jobban lettünk. Vannak könyvei, nagyon nincs, kicsit összetörtek. Azok a polcok. Meg ruhának való. Itt mögötte szintén fekhely a könyvvel. Oké. Okay. Az fönt ilyen raktárolások vannak. Nice. Igen, te mi vagy? Tudom, de oda beleillesztettük. És akkor nekünk arra van éjszak. Nem ezt a kijáratot kell használni, hanem ahol bejöttünk. De viszont akkor ide meg amúgy tudunk pakolni. Gondolom ez is nyitható. Valahogy. És megyünk. Na, hogy te? Kérdés, hogy a másik kijárat az hova visz? Tehát, hogy az meg mondjuk ide visz. Hogyha simán fals irányba jöttünk el most. Megnézzük, hát ezen már nem múlik. Ha már itt is ki tudunk menni. Ha nem, akkor a másik kijárat kell nekünk. Hát de nem itt jöttünk be? Amúgy. Na mindegy. Akkor jó irányba mentem ki. Baj, keresztül futunk mindenen is, meg lesz. Nagyobb a pajzs, mint a félember. Rengeteg loading screen a haverunk. Ritkás medő. Te mi vagy? Nem tudom, és itt sem nincsen semmi men. De fel kéne jutnunk. Ilyen FPS drop mellett? Mint ezek még? Ó, ez kellett a cool grafit. Ez a nehezen elérhető hely volt, kérem szépen. Jó, ide jöttünk. Itt kell találnunk felszereléseket. Te mi vagy? Archipius gömb. Ez egy olyan fényes gömb. El kéne vinnem Grobhoz. Grob műhelye.
Igen. Robb ingatottan segít neked a tárgyak szállítására alkalmas erszényed javításában, és talán van még néhány dolog a tarsajodban. Cserébe keres Ampliszív gömböt a gyűjteményébe. Aha, szóval akkor kettőt is tudunk már neki adni. Oké. Na, de akkor ezt a liftet hogy tudjuk használni? Átlátunk a sziklán. És küldi szerűsége. Gondolom, itt föl kéne mennünk valahogy. Nem tudom. Gondolom, akkor ezt vissza kell most vinnünk. Ott látok valakit. Nem, az csak fa volt. Nyert kis hangszórót. A karakterünk nem nagyon akar állni. Jó, hát akkor vissza kell vinnünk ezt a robnak. Mit másztunk le az elem? Arrafele. Zuhanás. Au, ez fájt. Akkor figyeljünk rá, hogy többet ne fall damage-öljünk, mert nem finom. Ezt abba fogunk meghalni, hogy közben nem is csináltunk semmi rosszat. Csak simán lezúgtunk. Oké. Okay. Csákra posztunk neked valamit. Találtam egy olyan gömböt, nem igaz, meg kettő van nálunk. Ó, ragyognak, mint mindig. Mik ezek tulajdonképpen? Ezek az ősi történelem darabjai, azt mondják. Egy régi elfeledett faj által elhelyedve, még nálunk is elfeledettebbek. Most már csak egy egyszerű gyűjtő vagyok, ó, de izgalmas. Egyezünk meg aprócska embert. Ha találsz nekem több ilyet, késztek neked egy nagyobb berszét, hogy még többet hordhass belőle. Jól hangzik. Azonnal elkezdem. Hogy ötöt akarsz? Hozz nekem még öt gömböt, csak ennyit kérek, egy vadi új erszényet. Köszi, de nekem tudást adjál, mert nem tudok fölmenni a vackon. De hát azért szerint nem akar. Majd mindjárt kiderül. Oké. Okay. És honnan szedjek még neki ilyen tudtot? Csak hogy jó legyen. Érdekes, érdekes. Érdekes, hogy ez egy érdekes. Viszont akkor át tudunk jutni okosan is. Mert kijöttünk itt. Fölmegyünk itt. Itt van sovány vas. Ami nem kell senkinek. Itt van a átjáró. Többel eszünk egyet. Energikusak lettünk. Azon kívül, hogy most valakit vagánykodik. Mi van ott, kérem szépen? Akkor az ott.
Az átmegy oda. És visszajön magától. Oké. Erre rá kell állnom, gondolom. És így megyünk be. És hol megyünk ki, melyik oldal? Jó, két darabba visz beledek szerint. Első szín. Második szint, akkor itt két szinten is tudunk lenni, oké. Hú, ez úgy néz ki, mint egyfajta fejlett csúzni, mondja, hogy jó. Úgy tűnik, a kavicskom kívül valami másik szükségem lesz a tüzeléshez. Éles nyílt tervrajz. Éles nyilakat szedünk föl. Oké. Az ilyak erős távolsági fegyverek, de lőszere van szükség a lövéshez. Szigeten minden lénynek van gyenge pontja, ezeket általános erős kritikus találatot eredményez. Nincsen mit, te? Jó, már megért egyel tenni arrám. És akkor egyel lejjebb is körbe kéne is látni. Amihez... Azzal átkültjük át oda. Ezt meg fölhozzuk. Igen, és egyen lejjebb mennyi. Így itt kint is vagyunk. Oké. Csuklóvédő, lábvédő, teljes felszerelés kérem szépen. Tunika, nadrág, tervrajz, minden játszik. Ez a jegyzet az ember írta. 166. nap. Ma találkoztam a páncélterem falu néhány vezetőjével. Már hónapok óta feltérképezem a legrövidebb útvonalakat, amik összekötik ezeket az ősi helyeket. Páncéltermek nagyon fontosak az előttük álló fényes jövő szempontjából. Arra is rejöttem, hogy készíteni kell egy erőitalt, hogy bármelyik faluba bejussak. Önökök nagyon szeretik. Páncéltermek mik azok? Úgy hangzik, mintha az ott lenne néhány válasz. Talán tudnak adni egy helyet, ahol lakhatnánk. Akkor nem csak mi kerestünk ezek szerint szállástanú. Meg kell látogatnom azokat az ember megjelölte őket ezeken a térképen. Mondta, és kaptunk még küldi. Számos kaland vár rád, kövess be vagy ki a küldetéseket a célok menüben, menüközt tartal érheted el. Lágy üveg, táska, megtelt. Igen, ezen túl vagyunk, ez a... Írás. Oké. Menjünk át a túloldalra. Fönt. Oké. Abban meg kulcs szükséges. Na hát olyanunk van is egy. Vendwood World tervrajz. Király. Ezeket nem lehet összetörni. Oké. Király. Az emberi ébredés. Felkészülés megvan. Promműhely az a plusz. Wedgewood lábvédő. Egyszerű fából készült protektorok, mely könnyen haladhassunk az erdőben. Kettes szintű. Még ez egyes. Ja, hogy egy bónuszba felveszünk. Egyszerű fából készült protektor, igen, csuklóvédő. Oké. A helyett. Van még itt csúzdikavics, fenyőkard. Éles íj. Oké. Ott voltak tervrajzaink. Hozzá itt is van. Merev kötelünk. Cs.
Perev, kötélhez marfa kell. Szóval nincs helyünk a táskába, úgyhogy valamit ki kell dobnunk. No, hát első körbe pottyanjunk le. Ide le is dobhatjuk ezt a homokkövet. Így. Gyártunk egy merev kötelet. Így. Akkor ehhez kell... Fenyőfából készült karma, egy kevés kárt okoz, de keményen vág. Milyenünk van most? Régi fenyő kard, 1-es. Így ez 2-es. Így. Van még itt. Erőital. Carbline Essentia, Blakert, szomba, az kár, hogy eladtunk együtt volt, és lágy üveg. Nadrág, merev kötél kell, kavicsos moha. Marfa merev kötél. Oké, tudunk gyártani jobb felsőt, alsót. Illetve lágy üveget. Ehhez kell a száradanyag, meg a homokkő. Cool. Azt mondom, hogy te legyél használatba. Á, mit akart, mert egy brutális protektorunk van. Meg te. És a homokkövet is elrakhatjuk, így. És akkor lett egy csomó küldetésünk. Méghozzá a három jó messze. Mi még itt is már majdnem meghalunk annyira a kemények a denemik, akkor errefele mik lehetnek? És még amúgy van a ködön túl a térkép, mert idáig kitart. Ugyanis csak a jéghegy csúcsa lesz ott. A ritkás melők rész, ahol vagyunk. Aja. Oké, hát keresünk falut meg ilyenek, ez lesz akkor a következő játékrészünk majd. És remélem tetszett. Ha igen, ne felejtsétek el lájkolni. És találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!